nagyon komoly igazságok fogalmazódnak meg ezekben a dalokban, és nagyon jó ezekben megszilárdítani magunkat, ráállni ezekre a tényekre, ezekre a valóságokra, mert azt mondja az ige, hogy ha megismerjük az igazságot, akkor az igazság az szabadokká tesz bennünket. És Istennek mindig is az volt a szándéka, hogy szabad ember legyél, hogy fölszabaduljál, hogy ne kelljen kényszerpályán élned az életedet, hogy ne kelljen egy rabszolga sorsban tengődnöd. Úgyhogy éppen ezért az atya elküldte a názareti Jézust, és ez a név, hogy Jézus, ez azt jelenti, hogy szabadító. És amikor fölkiáltasz, hogy Jézusom, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy szabadítom, mert ő te szabadítod. Ő maga az igazság. És amikor őt megismered, meg, megismered, ő benne, Jézusban saját magadat is fölismered, meg fölismered Jézusban az Atyát, hogy milyen ő valójában, akkor önmagában ez az igazság, ez a valóság, ez szabaddá tesz téged. És teljesen átformálja az életedet, átformálja az identitásodat, átformálja a kapcsolataidat, és nagyon hálás vagyok azért, hogy hogy Isten úgy döntött, hogy az igazságot kijelenti nekünk, hogy nem tart bennünket kétségek között, és hogy amikor Jézus megjelent, akkor benne tényleg a világosság jött el. Azért, hogy nem maradjon senkiben semmi kételj, hogy milyen az Isten, és hogy milyen az ember, és csodálatos megismerni egyre jobban ezt a mély igazságot, és elmerülni ebben is. Az is nagyon jó, hogy ez az igazság, ez egy személy, hogy lehet, megpróbáljuk nagyon sokszor mindenféle teológiákba és dogmákba, szabályokba és nem tudom, prédikációkba beleszorítani ezt a személyt, de igazából képtelenség, csak próbálkozunk, csak a felszínt kapargatjuk. És ezért csodálatos az, hogy az, amit Jézus elvégzett, az arról szól, hogy azt mondta, amikor visszament az atyához, hogy el fogja küldeni a Szent Szellemet, és volt egy ígéret, hogy Isten minden testre ki fogja tölteni a szellemét, és ezért csodálatos az, hogy a Szent Szellem betölt bennünket. És mindaz, amiről beszélünk, az nem egy ilyen megfoghatatlan dolog, nem egy elmélet, és nagyon jó, hogyha egy üzenet alatt jegyzeteltek és gondolkodtok azon, hogy mit is akart mondani a költő, a prédikátor, de annyira jó, hogy ott van belül egy személy, aki önmagában a valóságot képviseli. A Szent Szellem a valóságnak a szelleme és ezért minden erőtlen próbálkozásunk ellenére, amikor a Szent Szellem betölt téged, akkor minden világos, akkor minden értesz, akkor lehet, hogy megpróbálod te is megfogalmazni a megfogalmazhatatlant, de tudod akkor, hogy minden rendben vagy, és hogy össze vagy kötve az atyával. Nagyon-nagyon ja, érdekes időket élünk most, most már szinte minden üzenetet ezzel kezdtünk, hogy kezdünk, hogy megmondtuk már az év elején is, hogy ez egy nehéz év lesz, és nem tudom, hogy mit rajt, rejteget még ez az év. Mondhatjuk azt most bátran, látva a mindenféle eseményeket, hogy csapataink harcban állnak, és ilyenkor újból csak megerősödik bennem az a kép, amiről már sokszor beszéltem én magam is, hogy annyit tudunk vitatkozni arról, hogy milyen az Isten, hogy milyen az Atya, hogy kicsoda ő valójában, és ütköztetjük a véleményeinket, és késhegyre menő viták tudnak kibontakozni, egymás torkának esések kölcsönösen ki tudják az emberek újból és újból, úgy látszik a történelem ismétli magát, átkozni az egyházból, az ekléziából, és nagyon szeretjük eldönteni azt, hogy kinek van üdvössége, kinek nincs üdvössége, és vitatkozunk kegyetlenül, de ahogy tudjátok, szoktam mondani a képet, hogyha valaki itt van személyesen, akkor nem a fényképéről kell beszélgetni. Akkor, amikor az Isten szelleme itt van valóságosan és betölt, akkor, akkor, akkor igazából nincs miről vitatkozni. Akkor minden kérdés eldől. És ha csak ebből indulok ki, és abból indulok ki, hogy én mit tapasztaltam meg akkor, amikor a Szent Szellem betöltött először, meg amikor újból és újból betölt, akkor azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk, hogyha már találkoztál Jézussal, és átélted azt, hogy ő ott él benned, hogy a Szent Szellem betölt téged, akkor minden bizonyal te is azt élted át, hogy valami végtelen, felfoghatatlan, még annál is sokkal nagyobb szeretet töltött be, mint amit addig valaha el tudtál képzelni. Nekem a leglenyűgözőbb a Szent Szellemmel való találkozásban az volt, hogy Isten még annál is jobban szeret, mint amit valaha valaki elmert mondani nekem róla. És ezt a szeretetet nem csak a magam irányába éreztem, hanem ahogy nagyon sok beszámoló ezt elmondja, akkor, amikor a Szent Szellem betöltött bennünket, azt éltük át, hogy mindenkit át tudnánk kölelni. Még azokat is, akik egyébként nem érdemelnék meg szerintünk, vagy akik kifejezetten nem érdemelnék meg. És az, az, amit ilyenkor átéltünk, és amit átélünk, az maga az igazság. Az az Istennek a szelleme, az az Atyának a szelleme, és, és annyira jó aztán, amikor ezek az élményeink megvannak, fölfedezni a Bibliából, hogy a Biblia ugyanezt mondja. Hogy Jézus, amikor eljött, akkor pontosan ezt szerette volna bemutatni. És az ördög meg mindig ezt próbálja meg tagadni minden erővel. Azért, mert hogyha, hogyha, világosan látod az atyát, akkor ennek az lesz a következménye, hogy ha tényleg ő az apád, már pedig ő az apád, akkor elég egészen világosan fogod látni saját magadat is és akkor a magadról alkotott képet helyreáll. Ha az Istenről alkotott képed rendben van, akkor az is rendben van, ahogy magadról gondolkodsz, meg az is rendben van, ahogy a többi embertársadról gondolkodsz. És Jézus ezt nagyon egyértelművé tette, amikor itt járt, oda ment hozzá egy fiatalember, és megkérdezte tőle, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, és akkor azt mondta neki az Úr, azt mondta neki Jézus, hogy a legnagyobb parancsolat elszeresd az Urat, a te Istenedet, és aztán a második hasonló ez, hogy szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. És nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy hát hogyan lehet az Isten parancsra szeretni. Van egy alapvető törvényszerűség, hogy minden, amit mi az Isten irányába teszünk, az csak reakció. Mert mindenben ő az első. Ha ő nem választott volna ki téged, akkor te nem tudtad volna őt kiválasztani magadnak. Ha ő nem adott volna neked bármit is, akkor nem tudná mit adni. Hogyha ő nem szeretett volna téged, akkor te nem tudnál szeretni. És ezért a legfontosabb dolog először is az életedben, hogy átéld az isteni szeretetet. És ez az isteni szeretet, ez nincs feltételekhez kötve. Ez feltétel nélküli. Ha egy pici feltétel lenne benne, akkor nem lenne isteni szeretet. Pont attól isteni, attól természet feletti, hogy nincsen semmilyen feltételhez kötve. És ezt nagyon nehezen érti meg az elménk, ezt nagyon-nagyon nehéz elfogadnunk, mert nem így vagyunk szocializálva. Mindig meg akarunk dolgozni azért, hogy szeretve legyünk. És meg akarjuk a többieket is dolgoztatni azért, hogy szeressük őket. És nagyon nehéz pont a szent és tökéletes Istent úgy látni, mint aki így feltétel nélkül szeret bennünket. De amikor ezt átéled, akkor erre nem tud máshogyan reagálni a szíved, mint úgy, hogy, hogy te is viszont szereted őt. És hogyha ez rendben van az életedben, mert a Szent Szelem elvezetett téged erre az igazságra, mert megéltetted azt, ami a kereszten történt, akkor a következő dolog, ami történni fog veled, Ugye úgy folytatja, hogy ez a második, és hasonló az elsőhöz fontos parancsolat, hogy szeresd a te felebarátodat, mint saját magadat. Tehát nem csak azokat, akik, akik neked szimpatikusak, hogy ki a felebarát, arról Jézus elég egyértelműen beszélt. A felebarátod az, akinek egyébként teljesen más ideológiai nézetei vannak adott esetben, mint neked, hiszen egy samaritánus, meg egy rendes izraelita azért komoly ideológiai konfliktusban állt egymással. Szóval azt mondja Jézus, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És gyönyörű ez a hasonlat, mert azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. És a magyar nyelven is így van, hogyha egy hasonlatot használsz, akkor ami a hasonlatban, a mondatrendjében, később van, időrendben, az van előbb, mert ha én azt mondom, hogy olyan vidám vagy, mint a Gyula, akkor azért tudom, hogy te milyen vidám vagy, mert megértettem azt, vagy láttam azt, hogy a Gyula milyen vidám. És ebből az következik, hogyha az Istennel rendben vagy, ha átéled az Isten feltétel nélküli szeretetét, és itt jönnek a nehézségek, akkor ennek az lesz a következménye, hogy elkezded magadat is feltétel nélkül szeretni ha elhitted azt, hogy az Isten elfogadott téged feltételek nélkül, akkor, akkor magadat is elfogadott feltételek nélkül. És akkor azt veszed észre, hogy nincs benned meghasonlás, hogy nincs benned folyamatos szorongás, nincs benned ott az a kényszer, hogy de még mindig nem vagyok elég jó, még mindig nem vagyok elégedett magammal. És mivel pontosan tudod azt, hogy azt, aki vagy, azt Isten teremtette, ez nem önelégültséget fog szülni a szívedben, hanem egy megelégedettséget mert tudod, hogy Isten tett téged azzá, aki vagy. És ha ez rendben van, ha saját magaddal rendben vagy, akkor ennek lesz az a következménye, hogy rendben leszel a többiekkel is. És megtanulod őket is elfogadni, és ez se könnyű. De az egésznek a forrása az, hogy rendben van az, ahogyan látod az Istent, ahogyan látod az Atyát. És az igazság az, és ezt mutatják a... a jelenlegi események is, hogy nagyon nincsen rendben még az, ahogyan nagyon sokszor gondolkodunk az Istenről. És annyira kikutathatatlanul mély az ő szeretete, annyira kikutathatatlanul um, felfoghatatlan az, hogy, 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 hogy kicsoda is ő valójában, hogy mit jelent az, hogy ő maga a szeretet. És um, és óriási káosz van a szívünkben, és, és az ördög nagyon tudatosan próbál bennünket a maga kis birodalmában bent tartani, mert ő azért azt élvezi, hogy a rabszolgái lehetünk adott esetben, és hogy megcsináltathat velünk dolgokat. És minden világbirodalomnak mindig ez volt a koncepciója, hogyha meg tudta változtatni az identitásodat, akkor tudott hatalmat gyakorolni feletted. És ez végig kísérte az egész történelmet, ha csak arra gondoltok, hogy hogy valamikor ott a 200-as évek végén, amikor már a kereszténység azért eléggé elterjedt a világon, akkor jött egy római császár, aki úgy döntött, hogy ő aztán most tényleg egy igazi diktátor lesz, és az uralma alá hajtja a birodalmat, ez a Diokleciánus, akkor ő eldöntötte azt, hogy egységesíti az egész világbirodalomnak a vallás identitását is és elkezdte üldözni a keresztényeket, kötelezővé tette azt, hogy mindenki a római istenségnek áldozzon, és komoly szankciókat helyezett kilátásba, hogyha valaki ezt nem tette meg és mindig így volt a történelemben, hogyha valaki uralmat akart gyakorolni fölötted, egy birodalom fölött, akkor próbálta közös ideológiai síkra terelni az egész világbirodalmat. És nagyon-nagyon sokszor ezt tetten érhető, egy ilyen fajta tusába van szerintem benne most is az egész világ, Mindenki próbálja építgetni a maga kis birodalmát, bizonyos ideológiák mentén. Aztán utána, amikor ez a Diokleciánus Hát, hogy úgy mondjam, átadta a stafétát a Konstantinnak, akkor ő pedig meglátta azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen miért ne lehetne a kereszténység az, a, az az ideológia, ami mentén az egész világbirodalmat egységesíteni lehet. És nagyon sokan lettek akkor keresztények, nem azért, mert egyébként a szívük megváltozott, hanem mert rájöttek arra, hogy ha ezt a vallást követik, akkor az nagyon jó fogja segíteni a földi előrehaladásukat. És mindig, mindig, amikor egy, egy birodalom megpróbál téged a rendszerének a rabjává tenni, akkor megpróbálja megváltoztatni a gondolkodásodat, megpróbálja megváltoztatni az identitásodat. És ez így volt akkor is, amikor, amikor elvitték Izraelt fogságba, és ment Dániel, meg ment a három barátja, és nagyon érdekes, hogy már a nevüket is rögtön megváltoztatták az új világbirodalomban, és a Dánielből Baltazár lett, és próbálták őket teljesen átnevelni. De ahogyan akkor is ők megálltak bátran és kitartottak az ő valódi identitásukban, ugyanúgy Isten is úgy döntött, hogy nem fogja engedni azt, hogy azt, amire lettünk teremtve, hogy az Isten képmásai vagyunk, hogy az Isten gyermekeinek lettünk teremtve, hogy ez az identitás fölboruljon. És ezért jött el Jézus. Azért jött el Jézus, hogy tudjad meg, hogy, hogy ki az apád és azért jött el, hogy tudjad meg, hogy te ki vagy. És akkor, amikor ott a kereszten történő események lezajlottak, akkor, akkor, négy dolog mindenképpen kiderült. Kiderült az, hogy Isten mennyire szereti az embert. És az is kiderült, hogy, hogy az ördög mennyire gyűlöli az embert. És azok a kínok, amik ott voltak, azok, azok egyértelművé tették, hogy az ördög szívből utája, gyűlöli az embert, hogy ember gyilkos volt kezdettől fogva. És még ha egy olyan emberről is beszélünk, aki tökéletes, és nem volt benne semmi bűn, azt is megalázza, és az örömét leli abban, hogy gúnytűz belőle, hogy, hogy, hogy megkínozza, meggyötri, és tönkre és ott azon a ponton még két dolog mindenképpen nyilvánvalóvá vált, az, hogy Isten eredetileg mire teremtette az embert. Mert akkor, amikor Jézus ott függött a kereszten, akkor ott láttunk egy olyan tökéletes embert, egy olyan igaz embert, akiben akkora a szeretet, hogy, hogy még ezt is képes vállalni hogy sokkal jobban szereti önmagánál a többieket. És ez a szeretet, ami ott van benne, ez készít, teszi őt arra, hogy elmenjen egészen a végsőkig. És az is nyilvánvalóvá váltott a keresztoriban, hogy milyen az ördögi ember. Hogy az ördögi ember egyszerűen haszonlesésből, gyűlöletből, féltékenységből és minden egyébből képes arra, hogy egy igazat ilyen szinten megalázon és tönkre tegyen és megkínozzon és megöljön. De annyira jó, hogy ez megtörtént, mert uh, van egy választási lehetőségünk. Mert Jézus megmutatta azt, hogy milyen az atya. Megmutatta azt, hogy mennyire nagy szeretet van benne, és megmutatta azt is, hogy, hogy mi válhatunk mi akkor, amikor hazatalálunk ehhez a szerető atyához. És... Uh, azt gondolom, hogy az a konfliktus, amiben benne vagyunk, ez is erről szól, de nem tudunk másról beszélni, mint ezekről a, ezekről a kérdésekről, mert egyszerűen, egyszerűen ez tart bennünket is életben, ez az, ami éltet bennünket, ez az, ami előrébb bíz bennünket.